Sziasztok, srácok! Ma szeretnék kipróbálni valamit, és ehhez ide fogom hívni Damient. Itt vagy valahol? Mond. Ide tudsz jönni? Jövök. Oh. Leszeretnék veled tesztelni valamit. Mit készítettél itt? Ez egy különleges papi. Gondolom, ezt a széket nekem szántad itt. Igen, igen, ülj le nyugodtan. Nyugodtan leültem. Arra gondoltam, hogy kísérletezzünk egy kicsit. Oké. Okay. Itt egy különleges kártya pakli, amit fogunk most használni. Van benne két ilyen szép PIK 9, PIK 4-es. Később lesz szükség rájuk, most nem ez az érdekes. Okay. Rendítsek. Azt kell tudni erről a kártyapakliról, hogy én nem is a kártyapaklikat gyűjtöm igazából, hanem a kártyalapokat. Igen, is. Jó, a paklikat is egyébként, de a kártyalapokat is így külön állva, róla, mint tehát... mások a szalvétát vagy hasonló. Igen, ezt a srácok nem tudják rólad, én tudom rólad. Meg is mutatom, hogy miket gyűjtöttem eddig. Ismerek egy-két napot ebből. Egy is mutatom, hogy mik vannak itt. Hát itt vannak ilyen mindenféle jópofaságok, ilyen virágos, meg... Itt a karácsonyi ezt. Zöld, piros dolgok, a karácsonyi, ez a karácsonyi partiról van. Meg az avantgárd. Nagyon jó pofa, az meg ilyen modern művészetes, az azért tetszett meg nekem nagyon. Avantgárd. Igen, meg itt is ilyen gyönyörű rózsás, nagyon szép. Meg a japán. Ja, meg igen, a két japános kedvencem egyébként, ez a kettő. Ez jól néz. Ugyanazok, csak különböző színben. Ez tetszik? Beszúrhatom ide? Nyugodtan. Na, szóval itt mindenféle van. Nekem tök nagyon jó. Tetszik, nagyon szerintem tök jól néz ki. Erről tudod, mi jut eszembe? Na. A régi ilyen retro kártyanaptárok, tudod. Nekem most így hirtelen ilyen képes lap is. Jó, meg a de amúgy a naptárakban is tényleg simán. Tiszta retro fény. Jó. Na, szóval ezeket így gyűjtögetem, és szerintem tök jó pofák. És már több paklid összeállt belőle, igen, tudjuk. Jó, oké. Legalábbis én tudom. Igen. Tehát ez így egy ilyen jó kis egyveleg, mondhatjuk. Egyveleg. Na hát, tesztelni szeretném a megérzésedet, hogy milyenek a megérzéseid. Jó. Szabad? Jó, szabad. Lehet? Szabad. Oké. Okay. Na. Nem tudom most, milyenek a megérzéseid. Igen, jó. Szerintem kezdjük a PIK 4-essel, ezt ide csúsztatom neked, és próbálj meg így koncentrálni rá, jó? Így nézegesd meg, barátkozz meg, stb. Na, most azt fogjuk csinálni, hogy ebből a különleges összeválogatott pakliból én így lefele fogom rakni így a lapokat egymás után, és neked majd szólnod kell valahol, ahol úgy érzed, hogy hát ahogy így a megérzésed. Jaj, értem. Tehát ahol meg jó, akarok tehát állni. Valahol, jó. Valahol állíts okay. Meg, mondjad, hogy stop, vagy hát, vagy... Hát, vagy akármi, jó? Franciául hogy van a stop? Stop. Stop? Igen. Akkor stop. Akkor franciául mondom, hogy stop. Jó, okay. Akkor mehet? Én kész vagyok. Akkor így szövegesítjük. Stop! Azt rakom. Ezt még letegyem? Igen. A következőt már azt nem. Jó, akkor fogd meg a PIK 4-es kéret, és tedd színnel felfelé. Így jó. Így, tökéletes. Okay. Jó, ezt így rátettük. Megtartottuk, hogy itt érezted. Okay. Jöhet a PIK 9-es. Így van, azt is így kicsit így koncentrálj rá így először. Oké, okay, megvan. Ugyanúgy lesz, mint az előbb, tehát pakolgatok le is. Szólnom kell. Ahol érzed. Jó. Most. Itt. Tuti. Jó, akkor fogd meg és nyugodtan tedd rá. Látom. És akkor így, ezt is így szépen beletesszük. Ahogy volt. Most nem fogunk keverni, mert okay. A megérzésedet szeretném tesztelni, igen, mert ha elkeverném az egészet, és nem tudnánk, hogy hol és mi fog történni. Na nézzük meg, hogy milyenek a te megérzéseid. Nagyon remélem, hogy jó. Én is. Izgulok. Keressük meg a kis lapjaimat. Ó! Oh. Megvan a PIK 4-es. Ó, már mind a kettő megvan, ez tök jó. Ja, igen, a PIK 9-es már ott villog. PIK 4-eskét. Kiszedjük ezzel a lappal, ahol szóltál, jó? Tehát ide szúrtad be. Aha. És akkor a PIK 9-est is kiszedjük ezzel a másik lappal, ahol... Jó. Ahová így beszúrtad, okay. Jó? Okay. Ezt pedig szépen így összeszedjük. Jó.
Na, hát nézzük meg, hogy mi is történt. Ugye az elején nem meséltem el, hogy ezeknek milyen hátlapjuk van, igaz? Igaz, nem láttuk, nem mutattam. Nem mutattad meg, igen. Igen. Nézzük meg, nem? Nézzük. Kíváncsi vagy? Nagyon. Hogy mi történt? Wow! Na, mit szólsz? Ugyanaz a kettő. Ugyanaz a kettő. Két paci. És ott van, hogy Vin. Ott van, hogy Vin. Igen, és ugyanaz. Teljesen ugyanaz. Tehát nincs benne semmilyen változás. Nagyon ugyanaz. Király. Nem? Nagyon, tök jó, nem? Jó. Pik 9-es. 50% eltaláltad. Nyugodtan megfordíthatod. Megfordítsam? Aha. Wow! Ezt nézd. Király, nem? Nagyon tudok. És ezek teljesen ugyanazok, tehát nincs semmilyen kis eltérése. Nem, tényleg nincs eltérése. Tehát ez az első megérzésed az tök jó volt. Van több megérzésed? Nézzük, hogy a második. Van második megérzésed? A második megérzésed, hogy milyen volt-e, hogy milyen kártyák mellé szúrtad be. Hát azért vágod. Azért megtaláltad a párját. Wow! És akkor nem csak a hátlapja, hanem a... Hanem a párja is... Fekete-fekete. Ó, szerintem nem véletlenül vagy te mentalista. Ó, nagy mentalista. Szerintem. Ez hallod, ez, hát ez azért durva, nem? Nagyon. És van még egy harmadik, úgymond, megérzés. Még harmadik és, megérzés is? Igen, mert gondold el, hogy mi lett volna, hogyha máshol szólsz. Hát, tehát hogyha előrébb, vagy hátrébb, vagy valami. Ugyanis... Az összes többi lap. Bubi. Káró Bubi, imádom a Bubit. Hát a Bubikat is gyűjtöm. Egyébként. Imádod a Bubikat? Mindegyik Bubi. Azt a mindenit. Nos srácok, hogyha tetszett ez a videó, akkor nyomjatok egy lájkot. Hogyha pedig a trükk tetszett, akkor pedig azt megtaláljátok a www.bűvészbolt.hu weboldalon, Rainbow Deck, tehát szivárvány csomag, vagy pedig Botánia Deck néven, a lányoknak ajánlom különösebben a Botánia Decket, ugyanis az virágos, csak virágos, különböző virágos hátlapokkal rendelkezik. Na, hát ennyit gondoltam mára. Hogyha még nem iratkoztatok fel a csatornámra, akkor ne felejtsétek el, és remélem legközelebb is találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!